Bográcsok sokaságában főttek az ízletes ételek a 19. alkalommal megrendezett Závodi Forgó Fesztiválon. A rendezvény kedvelt programja a főzőverseny, aminek évről évre egyre nő a népszerűsége. Bármilyen étellel nevezhettek a versenyzők, egy kitétel volt, hogy azt szabad tűzön kell elkészíteni. Volt, aki a hagyományos bogrács ételekkel indult, de akadtak különlegességek is. Igazából ez egy sokászbab, mohácsi különlegesség, ott kezdték el annak idején először ezt készíteni. Ugye a parasztok annak idején, mikor nekiálltak kapálni a sorba, odarakták a tűz mellé, mivel ez saját magát forgatja, nincs vele sok dolog, nincs vele sok művelet, gravitáció, fizika, cirkulál benne a kaja, igazából csak egyszer rá kell kóstolni, utána fűszerezni és elkészül saját magába. Hát a Závodi Falunap, igazából závodiak vagyunk, és minden évben jelen vagyunk a falunapon. A család szinten szoktunk itt lenni, de nagyon sok barátunk is el szokott jönni ide a falunapra. Most az utóbbi években én főzök már, tavaly egy marra pörköltet főztem, és mindig belevizek egy kis csavart. Tavaly szilvalekváros volt, a marra pörkölt úgy készült, idén pedig egy áfonyás szarvast készítek. Mindig jó hangulatba telik el az esemény. A mindössze 280 lélekszámú település programja minden évben sok embert vonz, teljesítve ezzel az eredeti küldetést, hiszen két évtizeddel ezelőtt azzal a céllal hozták létre, hogy összehozza a falu lakosságát és a környező települések lakóit is. Kulturális programok is várták a látogatókat, a főzőverseny eredményhirdetése után pedig koncertek szórakoztatták a falunapon résztvevőket.